Sziasztok srácok, én Nexus vagyok, és ebben a videóban azt fogom nektek megmutatni, hogy hogyan is tudtok gyenge gépen a PUBG-val játszani. Hogyha például már toljátok a PUBG-t, de például csak 40-50 FPS-etek van, vagy akár 30, ez a módszer akár elég sok FPS-t, akár 10-20-30 FPS-t is növelhet ugye a játékon, ami igazából nem más, mint az Nvidia Profil Inspector. Igazából be kell állítani egy dolgot, ami nem csinál mást, mint átállít a, hát hogy mondjam, a ugye a grafikai beállításokon belül vannak különböző dolgok, és azok közül átállítja az egyik dolgot, és igazából a leírásban megtaláljátok ennek a linkjét, ide lejöttök, rákattintotok ide az elsőre, a Mirror EU-ra, és a klik rányomtok, és kicsomagol, vagyis nem is kell rányomni, mert írja please wait, és hogyha lejött, akkor megnyitjátok. Hát nekem másik monitorra tette ki, hát persze, crackelt mirror. És kihúzzátok egyszerűen ezt a mappát az asztalotokra, és igazából mutatom is, hogy mi a dolgotok. Ezt fogjátok elvileg látni ti is. Itt nincs más dolgok, nincs más dolgotok, mint megnyitni ezt. Ugye engedélyezni kell, stb. És ezt, hogyha alul ír, hogy update-elni kell, akkor ugye update-eljétek, mert különben nem fog működni. Nekem is update-elni kellett, és utána adta ki. Ha ezzel készen vagytok, akkor igazából ezt be is zárhatjátok. És az Nvidia Profil Inspector kell nektek megnyitni. Ugye erre rámentek, és kiadja ezt, amiben igazából nektek ki kell választani, hogy player, unknown. Ugye ezt kiválasztottátok, és az ugye most ezt nem fogom nektek kimondani, de a másodikat kell a compatibility-be, az anti-alaszi-szillalalinget át kell állítani erre a Mass Effect 2, Mass Effect 3-asra. Ugye itt most lestopoljátok a videót és kikeresitek, de igazából a legaljáról, nem is tudom, a 10. 11. erre rákattintotok. Ugye alapból ez a nem is tudom min van, de nem ezen van, szóval ezt kiválasztjátok, a Mass Effect 2 esetleg 3-at ugye, ezt itt ki is írja zárójelben, rámentek, és itt van, hogy Apply Changes, szóval erre rámentek, el is mentette, azért biztonság kedvére nyomjatok rá még egyszer, hogy biztos elmentje, mentje, ez milyen szó, hogy mentje? Bezárhatjátok, és igazából el is indíthatjátok a PUBG-t. Na most be fogok vágni kettő darab videót, hogy nekem mennyit változott az FPS-em, de hát ugye az FPS a PUBG-ban az nem fix. Szóval igazából ingadozni fog az FPS, de valamennyi FPS gyengébb gépeken biztos megdob, szóval ezt érdemes megcsinálni. Mert hogy jönnének a buta kérdések, hogy bannolnak-e érte, nem bannolnak, stb., akkor ez nem lenne nyilvános, meg stb., szóval srácok, nézzük a teszteket. Sajnos a tesztet nem bírtam megcsinálni, mert sehogy se tudtam beállítani, hogy felvegye az FPS, mert ugye ezt nem látja se az OBS, se a Shadowplay. Szóval az FPS tesztet nem tudtam felvenni. De srácok, igazából tényleg, hogyha a rosszabb gépetek megpróbált megér, az FPS-eteken biztos dobni fog, szóval sok sikert. Várom véleményeteket a kommentbe, hogy igazából nektek mennyivel nőtt az FPS-etek. És ja, hogyha tetszett a videó és szeretnétek még hasonló tartalmat a csatornának, akkor dobj egy lájkot és iratkozz fel. Sziasztok! I'm gonna turn around and take what's mine.